Elkezdték a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceumnak is otthont adó református kollégium egyik épületszárnyának gyors beavatkozású felújítását. Az épületegyüttes az elmúlt időszakban az ott tanulókra és dolgozókra, valamint a járókelőkre is kezdett veszélyes lenni. Romos kémények, lehulló vakolat, síralmas állapotban levő műemléképület. Ez a látvány fogadta eddig minden nap az Erdély egyik legeredményesebb magyar középiskolájának a diákjait és tanárait. De ez hamarosan a múlté. Elkezdődött az épület felújítása, a bentlakás épületét már körbeállványozták. Úgy tervezték, úgy ütemezték be a munkálatokat, hogy inkább a nyári szünetre essen, tehát a nyári vakáció idejében. Mivel kívülről van főleg a beavatkozás, ezért nem fogja ez befolyásolni semmiképpen az iskola életét, a tanítás, az oktatás ugyanúgy fog menni tovább, és nagyon reméljük azt, hogy szeptember 15-én már új arculattal fogja fogadni a diákokat és szülőket az épület. Ballai Zoltán sokat dolgozott azért, hogy mindez megtörténjen. Híradónknak elmondta, a gyors beavatkozású felújítás mellett még egy jó hírrel szolgálhat az erdélyi református egyházkerület. Folyamatban van az épület teljes újra telekelése, mert a polgármesteri hivatal töröltetett bennünket a telekkönyvből. Ha ezt végrehajtja a telekkönyv, akkor beadhatjuk az iratokat, minden elő van készítve, felújítási terv az ugye évek óta készen van, csak aktualizálni kell egy kis részét az új normatívok szerint, és hát reményeink szerint következő két évben teljesen új ruhát kap az egész épület. Az erdélyi református egyházkerület Kolozsváron még további két középiskola épületét újítja fel. A tervek szerint a következő években minden patinás magyar oktatási intézmény sorra fog kerülni.